Sziasztok, kedves nézőim! A mendemondák szerint valamikor régen hatalmas óriások éltek a Földön. Számos nemzet mítoszai és legendái beszélnek róluk, illetve régészeti ásatások, leletek és még sok más bizonyíték is alátámasztja a róluk szóló feltételezéseket. Az óriások által hátrahagyott számos nyom pedig nem hagy kétséget afelől, hogy ők egykor valóban léteztek a bolygón. De hogy kik voltak ők, és miért nincsenek már köztünk? A tudomány még sajnos nem találta meg a pontos magyarázatot erre a kérdésre. Az ókori legendákban és mesékben gyakran hallani hatalmas, nálunk sokkal nagyobb és magasabb férfiakról és nőkről, akik áldázul harcoltak és embereket ettek. A róluk szóló leírások visszahúzódónak írták le őket, akik a hegyekben vagy az erdős területeken élnek. Az óriások nem csak a mesékben fordulnak elő, hanem az ősi szövegekben és a vallási szentírásokban is említésre kerülnek. Az ókori Görögország történetei számos feljegyzést tartalmaznak Herkulesről, Dávidról, Góliátról és még sok más, hozzájuk hasonló óriásról is. Én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire pontosak és igazak valójában ezek a legendák. Az óriásokról szóló legelső történelmi feljegyzések a sumér civilizáció idejéből származnak, és körülbelül a bronzkor elején készülhettek. A faragványokból és a szobrokból világosan kiderül, hogy a sumérok ezeket az óriásokat királyoknak és isteneknek tekintették, akik lenyűgöző testi és szellemi képességekkel rendelkeznek. A babiloni krónikák szerint ezek a királyok részletes ismeretekkel rendelkeztek a naprendszerről. Ez elvezet bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy vajon honnan jöhettek ezek az óriások. Az ókori emberek isteneknek tekintették őket, és azt hitték, hogy bárkákon vagy hajókon élték túl az özönvizet. A tudósok szerint az első történelem előtti emberek azért lehettek gigantikus méretűek, mert a nagy özönvíz előtti föld légköri viszonyai alkalmasak voltak ahhoz, hogy az ember jóval nagyobb legyen és hosszabb életet éljen. A kutatók bioszféra kísérleteket végeztek a föld körüli légkör és az ózonréteg reprodukálásával a nagy árvíz előtti állapotokról, melynek során az általuk vizsgált halfajok a megszokottnál jóval nagyobb méretűre nőttek. Ez a kísérlet akár igazolhatja a történelem előtti lények nagy méretéről szóló hipotézisét. Mivel a tudósok még nem jutottak konszenzusra arról, hogy az emberek mikor jelentek meg először a Földön, az a verzió, miszerint a történelem előtti időkben az óriási növekedés és méret volt a jellemző az emberre, egyáltalán nem tekinthető elvetendő elképzelésnek. Az óriások bibliai megjelenése mellett külön figyelmet érdemelnek még Josephus zsidó történész munkái is, akinek három könyve is említést tesz az óriás faj létezéséről. A Biblián kívül talán ezek a legnyomósabb érvek az óriások létezése mellett. Ezek a könyvek valódi emberek történeteit mesélik el, akik találkoztak óriásokkal. Josephus az izraeliták hebroni táborába költözéséről szóló részben említi meg, hogy a zsidók találkoztak az ország lakóival, köztük egy óriás fajjal is, akiknek olyan méretű testük és akkora arcuk volt, hogy jelentősen különböztek a többi embertől, és megjelenésük erős félelmet keltett mindenkiben. Manapság világszerte sok régész találgat és elmérkedik a hatalmas, megalitikus romok eredetéről is. Miért kellett vajon az embereknek ilyen hatalmas élettereket építeniük? Hogyan mozgatták meg régen ezeket a több száz tonnás köveket? A válasz egyszerű. Vagy olyan technológiával rendelkeztek, amiről nem tudunk, vagy olyan hatalmasok és erősek voltak, hogy az ilyen monumentális épületek felépítése nem okozott gondot számokra. Ma már nem találunk olyan kéziratokat, amelyek óriásokról szólnának, de lehet, hogy ezek csak egyszerűen megsemmisültek, vagy pusztán elvesztek. Léteznek azonban más források is, amelyeket egyszerűen nem lehet eltüntetni, vagy szigorúan titkos címszó alatt polcra tenni. Ezek a bizonyos források a freskók, domborművek, a magas domborművek és a szobrok. Mellettük vannak még régi mesék, eposzok, hagyományok és legendák is. A különböző nemzeteknek megvannak a saját történeteik, de ezek mindegyikében kivétel nélkül találunk utalásokat bizonyos óriásokra. Itt vessünk egy pillantást a Vilniuszi katedrálisban található szobrokra. Óriásokat láthatunk könyvekkel a kezükben. Nézzétek, ki fekszik mellettük. Egy pigmeus oroszlán és egy tehén. Ez allegória lehet, vagy pusztán csak anyaghiányról van szó? Nézzétek meg ezt a fotót is. A rajta található ember olyan, mintha csak egy gyerek lenne az óriás lábainál. Micsoda ember! Még az angyal is csak a derekáig ér. Nézzük meg ezt a könyvet. Ki, kinek és miért készített vajon ilyen hatalmas, gigantikus könyveket? Hogyan bírhat el egy hétköznapi ember egy ekkora könyvet, és hogyan tudja azokat tárolni? Az építészet szintén sok kérdést felvet. Mondjátok meg, miért kell ekkora kaput építeni? Ezt ugyanis nehéz lenne ajtónak nevezni. Vessetek egy pillantást erre a hatalmas korlátra is az erkélyen.
miért olyan nagy, hogy egy hétköznapi ember alsóbbrendűnek érzi magát mellette. Itt pedig olyan magasan vannak a kopogtatók, hogy nem mindenki képes elérni őket. Ezen felül még mindig sok olyan leletet vagy műtárgyat fedeztek fel, amelyeket feltehetőleg hatalmas termetű embereknek szántak, köztük bútorokat, tükröket, gyűrűket, valamint fegyvereket. Peruban található egy Sacsayhuaman nevű kőrejtély, amely egy régi inka felleg vár romja. Az építkezéshez felhasznált hatalmas, egyenként 200 tonnás köveket olyan precizitással vágták ki, majd emelték fel és illesztették egymáshoz, hogy ma már az egész úgy néz ki, mintha egy óriási kőrejtvény lenne. Nem nehéz elképzelni, hogy szuperhős óriások versenye állt ennek a szerkezetnek a felépítése mögött. A modern gondolkodók, mérnökök és tudósok még most, évezredekkel később sem tudnak érdemleges választ adni arra a kérdésre, hogy az ókori ember hogyan tudta megépíteni a világ leglenyűgözőbb megalitikus építményeit. Számos feljegyzés létezik arról, hogy a régészek nagy csontokat, fegyvereket és egyéb tárgyakat találtak, melyeket csak egy óriás használhatott volna fel. Feltételezhető, hogy a Stonehenge-t is óriások építették, mert a kövek túl nagyok és nehezek ahhoz, hogy normál méretű és átlagos fizikai erővel rendelkező emberek speciális gépek segítsége nélkül tudják azokat mozgatni vagy megemelni. Sok kultúrában találunk példákat olyan szerkezetekre, amelyeket nem lehetett volna daruk vagy emelőgépek nélkül megépíteni, de az ókori emberek bizony nem rendelkeztek még a mai fejlett technológiával. Ezeket a régészeti érveket szkepticizmussal kell szemlélnünk. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan épült fel a Stonehenge, de a tudás hiánya nem bizonyítja automatikusan, hogy óriások építették volna fel. 1891-ben Arizonában egy épület alapját ásó munkások egy hatalmas kőkoporsóra bukkantak, melynek belsejében felfedeztek egy 3 méter magas csontvázat, amely már szinte teljesen porrá változott. 1883-ban Kaliforniában katonák munkavégzés közben egy 3,5 méteres óriás maradványaira bukkantak, amelynek alsó és felső állkapcsában dupla fogsort figyeltek meg. Más országok területén is találtak már óriási méretű csontokat. Romániában például nagy visszhangot váltottak ki a közel 5 méter magas, óriási emberi maradványokról szóló jelentések, amelyeket még az 1970-es években találtak. A lábcsontok hossza önmagukban elérte a 2 métert. Ezek csak kiemelt példák azokra az óriásokra, amelyeket a kutatók felfedeztek. Az óriások akár lehettek többen is, de kiderült, hogy a temetkezési helyekről való kiemelés során a legtöbbjük porrá hullik. Több ezer éves óriások mumifikálódott maradványait is felfedezték már kutatók, amelyek magassága 2 és 4 méter között változott. Az ásatások nagy részét a 19. században végezték. Stephen Quayle kutató elmondása szerint óriási csontvázakat tartalmazó földalatti alagútlakásokat találtak Dél-Amerikában, a Közel-Keleten és az Egyesült Államok északnyugati részén is. Ausztráliában az antropológusok felfedeztek egy fogat, ami egy olyan férfi lehetett, aki majdnem 3,5 méter magas és 400 kg volt. Még a lelet korát is meg tudták állapítani, amely több mint 9 millió éves volt. A helyszíntől nem messze, óriási méretű, megkövesedett emberi lábnyomokat is találtak. A tudósok az óriások ezen faját Meganthropusnak nevezték el. Ennek a fotónak a hitelessége meglehetősen kérdéses, de ki tudja, talán pont így néztek ki az egykora földön élő óriások. Talán túl nagynak tűnhetnek ezen a képen, a tudósok és a történészek pedig nem rendelkeznek olyan tudományos bizonyítékokkal, ami egyértelműen megerősíteni a létezésüket. Néhány óriási méretű műtárgyat a múzeumokban már kiállítottak, de a legtöbb, különösen a legnagyobbak, csak mítoszok maradtak, kivéve a szemtanúk beszámolóit, amelyeket viszont szinte lehetetlen visszaellenőrizni. A kutatók közül sokan a kormány leplezéséről szóló történetekkel, villámárvizekkel, vagy más, éppen aktuális összeesküvés elméletekkel magyarázzák a meggyőző bizonyítékok hiányát. Az óriások kihalt faját övező összeesküvés elmélet arra mutat rá, hogy csontvázaik csontjai mindig titokzatos módon valahogyan eltűnnek, amikor a hivatalos szervek bekapcsolódnak a folyamatba. A kérdés pedig továbbra is fennáll, hogy valóban léteznek-e óriások a Földön. Ha léteznek, akkor vajon hová lettek? Vagy lehet, hogy ugyanazt az utat járták be, mint a dinoszauruszok, és kihaltak a légköri viszonyok miatt, vagy esetleg ádászcsatákat vívtak és kiirtották egymást. Vagy lehet, hogy megszomjaztak a hatalomra és a gazdaságra, mint sok más ősi civilizáció lakói, és végül elpusztították saját magukat. Bárhogy is legyen, az óriások létezésének kérdése továbbra is nyitott, és tele van rejtélyekkel és kérdőjelekkel.
Csak találgatni tudunk, hogy éltek-e itt előttünk olyan emberek, akik magasságban, méretben és erőben is teljesen különböztek tőlünk. Vagy ezek a történetek mind pusztán csak gyönyörű legendák és tudományos fantasztikus írók kitalációi. Talán egy nap a tudósok majd szenzációs felfedezést tesznek, és megerősítik az óriások létezéséről szóló feltételezéseket, de az is lehet, hogy teljesen megcáfolják ezt az elméletet. Egyelőre mindenki csak találgat. Videónk itt véget ért, írjátok meg kommentben, hogy hisztek-e az óriások létezésében. Lájkoljátok a videót, ha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok!